Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb bátorító alkalmon. Egy történettel szeretnék kezdeni, amivel nem is nemrég hallottam. Egy idős keresztény testvér utazik a vonaton, és Isten arra indítja, hogy beszéljen az utastársainak az Úr Jézusról. Föláll, és elkezd beszélni, elkezdi mondani az evangéliumot. Térjetek meg Istenhez, tegyétek le a bűneiteket, Isten szeret benneteket, és hasonlókat mond, miközben az utastársak ilyen megjegyzéseket tesznek, hogy hagyja már abba, ki kíváncsi erre, üljön le magának, jó van maga, hisz, és maradjon ez is magába, ez egy magánügy, stb. Hát az öreg leül, az idős keresztény testvér, és kis idő múlva újra érzi ezt a nagy késztetést, hogy neki beszélni kell Istenről. Föláll és ismét elkezdi. Térjetek meg, emberek, a kárhozat felé megy az utatok. Isten szeret benneteket, az ő fiának, az Úr Jézusnak a vére, megmos benneteket a bűneitekből, nyitva van amely, ma még bejöhettek, és hasonlókat mond. Szintén jönnek ezek a megjegyzések, és egy asszonyt olyan indulat ragad el, hogy oda megy teljesen közelhoz, és elkezd vele kiabálni. Miért nem fejezi már be, miért nem hagyja már abba? És már hozzá is nyúl, szinte már rázza ezt az idős testét, amikor az asszony mellett lévő gyermek, az asszonynak a kisgyermeke megszólal, hogy anya, hagyd békén, őt az Isten küldte. Az asszony abban a pillanatban térdre esik, és elkezd hangosan zokogni. Az idős keresztény testvér ránéz, és hogy mi ez a hatás? Hát mi váltott ki ebből az asszonyból ezt a drámai hatást egyik pillanatra a másikra? És az asszonytól megkérdezi, most miért zokog? Az asszony ennyit válaszol csak. A gyermekem néma. A csodák, amik néha megjelennek a gyakorló hitélet folyamán, van úgy, hogy saját életünkben, van úgy, hogy mások életében. Azért, mert Isten nem változik. Isten tud csodákat tenni. Kérdés az, hogy a csoda, amit elvégez Isten egy ember szeme láttára, néha természet feletti módon. És teljesen nyilvánvaló, hogy azt az Isten tette. Elbírja végezni azt az emberbe, hogy az ember megtérjen. Ez a történetet én, mikor hallgattam, nem tudom, egy igaz története, vagy egy anekdóta, minden esetre elgondolkodtató. És a Bibliában is vannak történetek, amik a csodákról beszélnek. Ott van például a Naini fiúnak a története, amikor nem egy hétköznapi csoda történik, bár szerintem nincs hétköznapi csoda. Az Istennek megtenni a kicsit ugyanaz, mint megtenni a nagyot. De azért ez egy rendkívül csoda, amikor a Naim városából egy temetési menet, úgy írja, nagy sokassággal jön kifelé, és az Úr Jézus is halad befelé, Naim felé, szintén nagy sokassággal. Olyan, mintha a halál menete az élet menetével találkozna, nem? Az egyik élén van egy koporsó, és egy nagy tömeg követi, az, hogy a sokasság megy, özvegy az, hogy egyetlen gyermeke, micsoda dráma, a férje már meghalt, és az egyetlen gyermeke is koporsóban van. És az életmenete jön vele szembe. Ott is követnek valakit, de abban valakiben élet van, a valóságos élet van. És az Úr Jézus megáll, és azt mondja az asszonynak, hogy ne sírjon, ne sírj. És odafordul a halotthoz, és azt mondja nek a halottnak, hogy ébredjen fel. Fiú, ifjú, neked mondom, kelj föl. És a fiú fölkel. Dicsőítik ott Istent, azt írja a Biblia az utolsó versben. Nagy kérdés az, hogy ez a nagy tömeg megtér-e ennek a csodának a látását Istenhez. Tudjuk, hogy a hit az hallásból van. Ez pedig az Isten beszédének a hallgatásából. Nincs nagyobb csoda, azt gondolom, ebbe a földi világba, annál, mint mikor egy ember valóságosan megtér az Istenhez, hoz egy döntést, hogy oda megyek az Úr Jézushoz, és kitárom előtte a szívemet, és mindazt, ami az én egész életem volt fölhalmozódott, ki fogom ott pakolni az Úr Jézus előtt. Aki azt gondolja, hogy benne nem halmozódtak meg felesleges dolgok, amiket a Biblia bűnnek tulajdonít, az csak addig gondolkodik így, ameddig nem kerül be Istennek a jelenlétébe. Isten jelenlétébe meg tudja látni az ember, hogy kicsoda ő, és bele tud abba a lomtárba is nézni, amit belül van a szívébe.
Ráadásul ott rengeteg káros dolog van. Ma úgy kíváncsiságból megnéztem, mert nemrég hallottam erre egy szolgálatot, mondom, utána nézek a patkányméregnek. A patkányméregnek 0,0025%-a a hatóanyag, magyarul a méreg. Tessék, figyelj még egyszer. Nem mondom, hogy milyen patkányméregről van szó, mert nem akarok itt reklámot csinálni semminek, bár mondhatnám. De hogy a patkányméregnek, amit én néztem, a hatóanyagja 0,0025. Ez nagyon-nagyon kevés. De öl, szerencsétlen, mikor megeszi, nagy rángatózásba kezd rövid idő múlva, habzik a szája és elpusztul. Na, ilyen az ördög is. Hát, mondják, hogy ne oltogassál már, mikor ilyen szlengbe beszélnek. Hát, az oltogat. És olyan oltást ad, amiben még lehet, hogy ennél is kevesebb van. Sokkal kevesebb. De nagy a koncentrátum. És amikor az belekerül valakibe, elvégzi a hatását. Az, így mondja a Biblia, 9. Zsoltár, az ember élete 70 vagy 80 év. Elvégzi a hatását. És utána jön a halál. Olyan jó, hogy az Úr Jézus Krisztus mást ígér. Jöhet az élet, ha valaki megtér Istenhez. Jöhet az élet. Oda visz neki bennünket a csodák Istenhez, a természet feletti dolgok. Ismerjük a gazdagnak és a Lázárnak a történetét. Amikor arra hivatkozik a gyötrelem helyén a gazdag, hogy küldje vissza az Isten a mennyből Lázárt, mert így meg fognak térni az ő testvérei. Mert ha a halottak közül megy vissza valaki, akkor már csak megtérnek, nem? Azt mondja az Úr Jézus, hogy van nekik Mózesük, és van nekik prófétájuk. Ha a Mózes beszédére és a proféták beszédére nem térnek meg, akkor az se fogja őket meggyőzni, ha egy meghalt ember föl fog támadni. Az se fogja őket meggyőzni. Hát Lázár is feltámadta a halálból. Nagy kérdés, hogy az ő környezetében mennyien tértek meg. Emlékszünk fel, hogy az Úr Jézus olyan sok csodát tett. Volt, mikor 4-5 ezer embernek adott ételt, egy nagyon kevés kenyérből is, vagy két halból. Megetette őket. Megáldotta, fölemelte. Azt mondta a tanítványok, osszátok, 12 telekosárral szedtek utána. Össze. És akkor a hajóban vannak, akkor azt mondja, nem azért jönnek utána, mert én kellek nekik, hanem azért, mert ettek abból a kenyérből. És újból kéne nekik. Pedig az élet kenyere kellene. Persze jó, a pék által árusított kenyér is, ami búzából vagy másfajta gabonából készül, mert táplál bennünket. De mi táplálja a szívet? És mi táplálja a lelket? Egyedül az Istennel való közösség az, ami megelégít. És az elmúlt 2000 évben ez nem adatik másképpen, csak az Úr Jézus Krisztussal való közösség által. Csak ő ad. Amikor azt mondja, hogy ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, hagyd kérdezzem meg tőled, hallottad már Jézus hangját? Olyan hálás vagyok Istennek, hogy 1994-ben egy másik emberen keresztül nem csak a Rigó János hangját hallottam, hanem a szívem mélyén, nem tudtam én akkor ezt így megfogalmazni, de megélni megéltem. Valakinek a kopogtatására lettem figyelmes. Azokon az ősi ajtókon, azokon a vaszárakon valaki kívülről kopogtatott. Egyetlen oka volt neki, be akart jönni. Ha valaki megnyitja az ajtót, azt mondja, az Úr Jézus ahhoz be fog menni. És ő viszi a vacsorát. Ő viszi a vacsorát. Vele vacsorázok, és ő él vele. Én vagyok az élet kenyere. Ha valaki hozzám jön, nem éhezik meg, és aki bennem hisz, nem szomjúzik meg soha. Élő kenyér. Atyáitok ették a pusztába a mannát, amit Isten adott fölülről. Mégis meghaltak. De aki azt a kenyeret eszi, amit én adok, az élet kenyerét, önmagamat, ha valaki abból eszik, az nem fog meghalni. Örök élet táplálékát veszi magához.
De előtte kellett valamit tenni az Úr Jézus Krisztusnak. Itt vagyunk a húsvét holdudvarába, árnyékába. Mire ez a videó lemegy, már el is múlt a húsvét. Egy nap ő az egész világért adta az ő testét. Így van írva. Testében vitte fel bűneinket a fára. Adta az ő testét. Azért, hogy neked, meg nekem legyen örök életünk. És nem változott a dolog. Persze, bizonyára vannak, akik azt tartják, hogy ők nem az Isten beszéde által jutottak hitre. Isten nem hazudik. Az Isten igazsága abszolút. Abszolút igazság. Nincs benne mellébeszélés. És ő állítja, és ő mondja. A hit hallásból van. A hit, mármint, hogy az üdvözítő hit. Ez pedig az Isten beszédének a hallgatásából. Mi az Isten beszéde? Mi az Isten beszéde? Az ige test élet. Jézus Krisztus mondja, az én beszédem lélek és élet. Az ige test élet. Az Isten beszéde Krisztus. Az Isten beszéde az Isten fia. Az Isten beszéde az Úr Jézus Krisztus. És ennek a beszédnek ad életet a lélek. Az én beszédem lélek és élet. Ez nagyon személyes. Nem lehet itt-ott megvenni. Személyesen kell menni érte a királyhoz. És én ma még adja. A kegyelem királyi széke ma még nyitva áll. A Golgotán nincs még kiírva a tábla, hogy bezárt. Oda még lehet menni. A bűneinkkel. Aztán meg lehet tapasztalni. A feltámadott Úr Jézus Krisztus erejét. Ő nem erőtlen Isten. Mi győzi le a világot, ha nem a mi hitünk? Milyen világot? Hát nézzünk már szét ebbe a világba, mi van. A szívünk világát. A te szíved világát, és az én szívem világát. Mi győzi le, ha nem a hit? A Krisztusba vetett hit. És ő ezt adja. A lélek által. Egy héttel ezelőtt kint voltam nagyon szép nevű erdélyi faluba, Magyar Remetén, Belényestől nem messze, és ahogy átértem a határon, Nagyszalonta környékén felmondta a GPS a szolgálatot a telefonomba. Meg voltam ijedve. Egyszerűen eltűnt a jel. Egy faluba voltam, egy kis faluba, megkérdeztem a benzinkutast, hát nem tudott magyarul. Ez is ritka, mert azért közel voltunk a magyar határhoz, vagy voltam a magyar határhoz. És félreálltam az autóval, és addig-addig piszkáltam a telefonomat, és addig-addig imádkoztam, míg kaptam rá bölcsességet, és rájöttem, hogy mivel a telefonkészülék nem régi, és a régi telefonomnál nem volt ilyen probléma, mert azzal már többször voltam külföldön, és automatikusan átállt erre a funkcióra, nem volt a roamingje bekapcsolva. Bekapcsoltam, megtaláltam az ezért felelős opciót, bekapcsoltam, és egyszerűen visszajött a jel. Olyan boldog voltam. Ránéztem, na, tudom, merre kell menni. De Isten mutatta rögtön. Van, amikor eltűnik a jel a hívő ember életében. Eltűnik a vezetés. Na, hogyan tovább? És akkor az ember ott van a dilemába, a sötétségbe, a homályba. Most merre induljak tovább, hogy ne legyen téves az út? Hányszor megtapasztalhattad már te is, meg én is. Egy-egy döntésnél, amikor nem volt tiszta előttem, hogy hogyan is kellene ezt most tennem. Jobbra vagy balra? Igent mondjak, vagy nemet? Megtegyem, vagy ne tegyem? És nem hallottam a tiszta választ. Aztán lehet egy átimádkozott éjszaka, egy nagy-nagy keresés, és egyszer csak valaki belépett az életembe, és mondott valamit. És abban valamibe felragyogott az Istennek a vezetése. Aha, értem már. Olvastad a Bibliát, és egyszer csak
egy sor úgy kiemelkedett belőle. Ó, Uram, köszönöm. Ültél az Isten tiszteleten, és dicséretnek egy sora mélyen megragadott, mint engem. 2015 nyarán Pécsen ültem egy házi csoportban, kint az udvaron, és kicsit úgy aggódva is, persze Isten kezébe az életem, hogy hogy lesz a jövő, és akkor, ahogy énekeltem, szolgáltam a hangszerrel, szólt hozzám Isten az Áronné áldáson keresztül. Annyira élesen az utolsó verszakban. Ő a te édesatyád, országa a te hazád. Még itt a földön vagy, neki gondja van rád. Ezt a gondviselő kegyelmet élem a mindennapjaimban. Ennek van jele. Ha az Eszterre nézek, ha a Lalikára nézek, ha a feleségemre nézek. És csak azt tudom mondani teljes őszintességgel. Azért vannak ők, a szolgálatom, ez a perc itt a telefonom előtt, hogy készítem ezt a videót. Mert az Isten mérhetetlen kegyelme olyan mélyre hajolt, hogy képes volt teljesen a keresztig elmenni. Ha valakiben volt álhatatosság és kitartás, az Isten akaratát betölteni, akkor ő az Isten fia volt, az Úr Jézus Krisztus, aki Isten formájába nem tartotta zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem szolgai formát vett. Megalázta magát. A halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért adományozott neki az Isten egy olyan nevet, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon. Mennyeieké, földieké, és föld alattiaké. És vallják, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Miért ilyen a világ? Mert ma még csak azok a szívek hajolnak meg előtte, akik szabad akaratukból, az evangéliumot meghalva, erre a kopogtatásra, azzal válaszolnak, hogy megnyitják az ajtót. És bejön az örökké valóság királya. Bevonul az ember szívébe. Oda jön a lomtárba. Oda jön a sötétbe. Oda jön abba a nem kellemes szagú helyre, ami az ember szíve. Kiszellőztet. Világosságot gyújt. És lomtalanít. Ebbe használ bennünket. De az ember, ha őszintén beletekint ebbe a kegyelembe, akkor azt tudja mondani, minden érdem az Istené. Mert ő halt meg érted, és ő halt meg érte. Ő végezte el, ő keresett meg engem. Nem én kopogtattam nála. Az igazság az, hogy ő kopogtatott én nálam. Mindenben ő az első. Áldott ezért az Isten. Istentől megáldott napokat kívánok neked is, és adja az Isten, adja az Úr Jézus Krisztus, hogy a vele való közösségbe épülve, megerősödve, az ő nevét dicsérve, töltsük ezekben a sötét és komor időkben a napjainkat, hogy amikor jön, akkor lásson ott valami világosságot belülről, hogy az ő lelkének része itt van a mi testünkben, és az övéi vagyunk. Amen.